Az elektroncsövek továbbra is reneszánszokat érik, egyes ritka darabok akár több százezer forintos áron vagy ennek megfelelő euró vagy dollár összegekben cserél gazdát a internetes piactereken. Nos, mi is, hogyha ilyen bőrzékre, bolhapiacokra, ilyen kiárusításokra járunk, és ha ilyen helyen megfordulunk, találkozhatunk elektroncső felhozatallal. Én is volt, hogy a bolhapiacon láttam ilyen több doboznyi, használt, meg félig újnak látszó elektroncsövet, és bennem volt a kétely, hogy akár ha csak néhány száz forintot is kér érte az eladó, akkor meg érdemese venni egy ilyen eszközt, vajon milyen állapotban vannak azok az elektroncsövek. Régebben ugye én 6P45S fan voltam, és rengeteg 6P45S-es csövet, ez a Colorstar TV-nek a sorvégcsöve. Gyűjtöttem be hajdanán, ebből építettem 200 wattos erősítőt. Nos, ezeket a csöveket egyszer összemértem, mert az egyik barátomnak kellett 4 egyforma, két darab APX 100-ast akart átalakítani 6P45S-szel, 6 voltos fűtésű csővel akart őket használni, és neki kellett 4 egyformát kiválogassak a 25 vagy 30 darab elektroncsőből. Nos, neki egyszer nekiálltam, és egy ilyen próbakapcsolást itt az asztalon összeraktam, és ugyanabban a munkapontban végigmértem az összeset, és felírtam, hogy melyiken milyen áram folyt, és azt kaptam meg, amelyik 4 legjobban hasonlított egymáshoz. Nos, az elektroncsövek bemérésének is van egy módja, amit érdemes is időnként egyébként az elektroncsöveken elvégezni, mert hát ők öregszenek, átó helyükben is egyébként romolhat a paraméterük, van amelyiknek nem romlik, mert elvégre vákumban bent ott nincs semminek kitéve egy elektroncső belső felépítése, de a vákum is, hogy is mondjam, csökkenhet, meg gázosodhat is ott a cső, használat közben meg egyértelműen akár emisszióesztés is felléphet a csőnél, használat közben ez természetes, ezért előregszik a cső, elhasználódik. Ez annyi, hogy a kibocsátott elektronok száma, ami a katódból jön, ez lecsökken. Régen a fekete-fehér tévé korában is, hogyha szépen lassan elsötétült a képcsövünk, hát ez volt a képcsőnek az emisszió vesztése, egyre kisebb fényerővel volt képes világítani, adni a képet. Nos, hajdanán a Junos TV-n ezt megoldottuk, mert nagyobb fűtést adtunk neki, tekertünk egy-két menetet a sorkimenő trafóra, kapott egy kicsivel többet, és megint új volt a képcső egy darabig, persze aztán elégett a fűtőszála, tehát a maga képcsőnek az is egy elektroncső fűtőszála, és ezzel meg is szűnt a probléma. Szóval a Junos TV korában ezt még így megoldhattuk, de a ma használatos, még mindig használatos, használt elektroncsöveknél, ugye ez nem nagyon járható út, ezért jó lenne tudni, hogy egy elektroncső tényleg milyen állapotú. Mint említettem, én 6P45S fan is vagyok, de új kedvencem a EBL21-es cső, ott azt az erősítőt, ha jól megnézitek, ugye már ezt aztán említettem valamelyik videómba, ez az EcoSynth 1-nek a szintetizátornak lett volna a végfoka, csak nem nagyon akart alá menni a 70-80 Hz-nek, 100 Hz-ig volt tökéletes az átvitele, utána már eléggé torzult a jel, én ezt nagyon jól tudom, hogy kicsi a kimenő trafója, ha abban egy normális kimenő trafót használnék, akkor egy jóval nagyobb keresztmetszetűt, vasmag keresztmetszetűt, akkor jobb lenne a hangátvitele lefele, és felfele jó a hangja egyébként, de lefele nem volt eléggé szubos, és így kiesett a kosárból, és nem lett felhasználva. Na, az egy EBL21 PP, egy ellenütemű EBL21-es 2x13-4 wattot tud, ha jól emlékszem, és ott is a kedvenceim az EBL21-ek dolgoztak. Egyébként, ha valakinek van EBL21-hez foglalata, akkor ne tartsa magába, a bakelitre is vevő vagyok jó áron. Egyszer elkezdtem már össze vásárolgatni, mert hogy nekem van egy csomó EBL21-em, én ezeket gyűjtöm, és ezeket be kéne tudni mérni, hogy melyik hova jó. Nos, az erősítőbe könnyű, mert van egy munkapont beállítása egy erősítőnek, belerakod a csövet, ha azt hozza, amit hoznia kell, akkor az a cső oda jó, és akár tudsz válogatni is, hogy két egyforma paraméterű csövet akarsz használni. Most azért is kell alapvetően egyformának lennie például egy ellenütemű erősítőben a két végcsőnek, mert a két félhullámot külön-külön erősítik. Hogyha az egyiknek az erősítése kisebb, akkor ugyanarra bemenőjelre az egyik félhullám kisebb lesz, mint a másik félhullám, és torzítani fog a jel. Füllel nem annyira hallható torzítás fog okozni, nagyobb hangerőnél például, kisebbnél jobban hallható,
de az is torzítás, ugye, hogyha az a két fél hullám nem egyforma méretű, pedig annak kell lennie, hanem az egyik alacsonyabb, kisebb, vagy akár nagyobb, mint a másik, akkor már nem lesz olyan a jel, ami ennek kéne lennie. Nos, ezért kell egyformának lennie a csöveknek. Gitár erősítőknél ezt tök egyszerűen megoldják, mert a cseréhez általában párba vagy quadba, azaz, hogy négybe válogatott, négy egyforma cső összeválogatva csövet adnak garnitúrába nekünk jó pénzekért, és a gitár erősítőkbe egy alap beállításba, hogyha nem nyúlt még hozzá persze senki, a nyugalmi áramok be vannak állítva, és hogyha egyszerre cseréled mind a négy csövet, akkor jobb esetben együtt fognak öregedni, együtt fognak dolgozni, és mindig szimmetrikus lesz ez a két fél hullám. Erősítőnél ugye, főleg amikor ilyen ellenőrzem erősítőt hallgatunk, akkor ahogy öregszenek a csövek, egyre kisebb lesz a végcsöveknek, ahogy öregszenek az erősítése. Ezt egyébként egy karakterisztikán, egy meredekséggel tudnánk megjeleníteni, hogy adott vezérlőrács feszültség változása, ugye az a meghajtó jel, mekkora anódáram változást kapunk. Na most ez idővel csökken ez a kis anódáram változás, tehát egyre lassabb, lustább lesz az a cső. Ez egy erősítőnél nem probléma, mert feltekerjük a hangerőt, az kész, ugyanott vagyunk. Hogyha egyszer öregszenek a csövek, persze mind a két fél hullámnál kicsit kisebb lesz az erősítés a végcsőnek. Van tartalék, oda csavarunk neki gitárerősítőknél, ez még van, hogy jó is, mert egyre torzabb a hangja is van, akinek meg pont az kell. Nos, ez alapvetően régen egy elektron csövet olyan 80%-os emisszióig mondták azt, hogy még jó a cső, alatta már nem, pedig még 50%-osan is szól az a cső. Például egy régi rádióban, a hangvégfokban az 50%-os cső is ugyanolyan hangerővel szólt, ugyanúgy fogta a rádiót, nagyon vacak csöveket kellett már csak kicserélni. Ma azért a nagyon hifizős kategóriába nincs ennyi megengedve nekik, ott hamarabb ki kell azért cserélni a csöveket, nagyobb igénybe is annak véve. Amúgy, de ezt is mérni kell tudni, hogy az a cső még mire képes, egyáltalán mire jó, és ezért a használt csöveknél ez mindig benne lesz a pakliba, hogy amit megvettünk, akkor az lehet, hogy már nem fér bele abba a kategóriába, amit mi szeretnénk használni. Nos, tudni kéne mérni a paramétereit a csöveknek, de milyen paramétereit? Egy elektroncsőnél most vegyünk alapul egy pentódát. Ugye van a fűtésünk, erre adjuk a akárhány voltot, van egy katódunk, van egy vezérlőrácsunk, van egy segédrácsunk, a vezérlőrács a G1, a segédrács a G2, van egy fékezőrácsunk, az általában össze van kötve a katóddal, van egy anódunk. Na most az anódra kapcsoljuk ugye az alap, azt a feszültséget, amit majd használni fogunk. Ez ugye vagy tekercse megy, vagy ellenállásra megy, teljesen mindegy, hogy mi a terhelésünk, azon fog munkává alakulni a cső által megmozgatott áram. Na most egy csőre megvan adva egy gyári adat. Amikor azt elkészítették, azt a csövet, mit kellett tudjon, és ezt a csövet, ahogy bemérték, akkor az a gyári érték az, amit neki hoznia kell nagyon sokáig. Na most ez egy adott áram. Egy adott feszültség hatására. Tehát nekünk mérnünk kell tudni a rákapcsolt feszültséget, ugyanígy a G2-re. G2-nek is tudnunk kell az áramát, meg a rákapcsolt feszültséget, és a G1-nek meg tudnunk kell adni adott feszültséget, amivel majd lezárjuk, vagy nyitjuk. Ez legyen egy potméteren, ez jó csúnya potméter lett. Minusz UG. Na most, ha egy csövet látunk egy katalógusba, és megadják rá, hogy teszem azt 250 voltos anód feszültségnél, 250 voltos segédrács feszültségnél, és teszem azt minusz 7 voltnál lezáró feszültségnél, itt folynia kell, teszem azt 48 milliampernek, akkor ha ezt a mérőkapcsolást mi összeállítjuk, katódot lekötjük testre, ha mi ezt a mérőkapcsolást összeállítjuk, és megmérjük, hogy ebben a beállításban ez a cső hozza a 48 milliampert, akkor ha hozza, akkor ő egy 100%-os cső. Ahány százalékát hozza ebben az alap beállításban a cső az eredetileg mért áramnak, na annyi százalékos a cső. Ezt nekünk tudnunk kéne mérni. Na most ez egy csőteszterrel megoldható. A 2003-as rádiotechnika évkönyvében van is egy csőteszter, az egy nagyon bonyolult felépítésű csőteszter egyébként.
azt megnéztem, hogy hogy működik, meg utána olvasgattam, meg megkérdeztem egy-két olyan embert, aki használja is a csőtesztereit. Úgy voltam vele, hogy nekem építenem kell egy ilyen csőtesztert, de akkor, ha már lud legyen kövér, legyen akkumulátoros, legyen hordozható, hogy akár a bolha piacra ki lehessen vinni, és ott helyben meg tudjak mérni, teszem azt egy EL84-et, egy ECL86-ot, mert itt nálunk is a bolha piacon egyszer mentem, és megláttam, hogy van még a srácnak egy-két ECL86-ja, és azt mondta, hogy már egy doboznyit eladott. Darabját 200 forint. Én nagyon jó járt egyébként, aki azt megvette. Nos, az, hogyha már csak 3-4-et és látszik, hogy dobozos és sose használt, 3-4-et meg tudsz ott helyben mérni, hogy tényleg az egy gyári paraméterű csőkészlet, hát akkor veszed meg fel akármennyiért, mert az egy érték, és ha fel is akarod majd használni, és nem csak kalmárkodni akarsz vele, mint sokan, akkor az neked bármikor is felhasználható, és mindig is érték fog maradni. Nos, egy ilyen csőtesztert fogok most megépíteni, tartsatok velem, és fejlesszük ki, és csináljuk meg akkumulátorosra, és szépre azt a csőtesztert, legyen egy jó kis mobilizálható akkumulátoros csőteszterünk. Ez az ékszer doboz bizony a színe miatt is elvarázsolt engem, hát ez az a tipikus mahagóni, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez egy ilyen szomeliés, vagy nem tudom milyenes dobozka mindenféle érdekes szerszámokkal, amiből talán a bornyitót, meg ez valami kamudugó, ez meg valami kiöntő kis bigyó akar lenni, ez meg rá lehet húzni gondolom a szárára, a boros üvegnek, fogalmam sincs, hogy ezek mik, és nem is érdekel, ebbe a dobozba kerül a cucc. Egy szép kis Döpré műszert, alapműszert, egy 5 milliamperes alapműszert kaptam, széjjel takarítottam ki, újítom fel, ráadásul ilyen tükörlapos a kis belátósávban, még tükröződik is majd a mutató. Nos, kapott egy új skálát, szépen gépen megterveztem, megszerkesztettem, átalakítottam, és azt most gyönyörűen rá fogom ragasztani erre, és lesz egy új skálázott mutatós Döpré műszerem, amivel feszültséget is lehet majd 40 voltig, az lesz a minusz UG, és milliampert, majd anód vagy katódáram, anódáram valószínűleg milliamperben mutatja, tehát áramot is fog mérni, mert hát ez egy alapműszer, ahogy kötöd, 5 milliamper az egy dolog, hogy 5 milliamperes áramnál tér ki teljesen, de ehhez 20 millivolt tartozik, úgyhogy ezzel is lehet számolni. Rakjuk össze. Alakul a molekula, erre megy. Szerintem tök cuki lett. Megpróbáltam benullázni, ugye azzal a kis fütyümüttyel. Most van nullán, sorban kötve a digitális ampermérő, és ott a kis próba izzós bizbaszom, és nyomni fogom 3 volttal neki a delejt, és megnézzük, hogy hova lendül ki. Hát az ott 17-et mutat, ez meg, ha az ott 25 ott körül lesz, állítsuk be együtt, hogy tekerem fel a feszültséget, ugye szépen nő az áram. Ez most a százas állás egyébként, ami a hátán van ellenállás. 25 milliamper. Ott is 25-en áll. Nagyon jó. Szinte tökéletesen a 10-es alatti vonalon van, tehát az ott a 25. És ott is annyi, 25. És ez már 7 voltra, de van rajta már sönt a hátulján. És ezt lehet feltekerni, mert ez a 100 milliamperes skála. Húha, sok lesz az már. Hát ennyit tudok most neki adni ezzel az izzóval, mert ezen ennyi áram folyik. 20 volt hatására esetleg föl tudom tekerni még ilyen 20 akárhányig, mert két 12-es kis izzócska van benne, ott 52. Itt is ott körül, de visszamegyünk 50-re. Na. Jó. Szemből nézve, itt már egy picit lehet, hogy csal. 51-et mutat milliamperbe, majd ezen áligatni tudunk, de elég stabilnak tűnik, mert amikor ezen 50 van, akkor ez 48, 2 milliamper csal a 100-asba. Na most ez lehet akár a nullázásnak is a hibája, de igen, el van tolódva a nulla.
Tehát úgy tudja, most nem faj, kikapcsoltam, el van tolódva nulla. Ezt kell ezzel álligatni egyébként, ezzel a prütyökkel. Visszaveszük, megpróbálom visszaállni a nullára, nem olyan egyszerű. Jó, hát csak egy mechanikus eszközről van. Most van nullán, na küldjük neki. Igen, és egyből 48 lett. Na most tekerjük fel 50-ig. Ennyi múlik egy kis mechanikai állításon. Na, ez az 50,02. Na, az 50. Gyerekek, ez egy nagyon pontos döpré műszer. Szóval ez a 100-as skála, ami most van, gyönyörűen mutatja és pontos, úgyhogy ez lesz az agya. Ugye, hogy csini lett? Ilyen a bedobozolt állapota neki, ott vannak most a próbasöntök rajta, de ugye ki lesz ő vezetve, és egy kapcsolóval lehet majd kapcsolni, hogy mit mérjen, de ez az alapműszere az eszközünknek. Most ezért alakítottam át. Ilyen szép, új, jól leolvasható, kontrasztos, feliratos, multifunkciós multiméter legyen belőle, innentől kezdve, mert csak feszültségmérő volt, ugye. A maradék két műszer kedvéért ezt már régebben kicsináltam, és most egy ilyen másik ilyen kézi műszert is el fogok itt fűrészelni, csak a műszer része kell nekem. Van még egy ilyen kis analóg kézi multiméterem, az marad. Ez úgyis azt hiszem az ellenállás mérése hibás, de tök mindegy, feszültség mérni nagyon jó lesz nekünk. Skálája is még épp és jól olvasható, úgyhogy nekünk erre a célra tökéletes lesz, amire kell. Úgyhogy szétvágom, aztán fel lesz használva. Ilyen 1000 egy néhány száz forint, azt hiszem 1600 vagy 1000, lehet, hogy kerek 1000 vettem én a piacon. Ilyen műszereket ti is tudtok venni. És a három műszer készen áll arra, hogy a szép dobozába esztétikusan valóban bekerüljön. Kapcsolókat kell, egy csomót szerezzek, aztán lehet a belsejét építeni. DVD spíler tető újrahasznosítás. Ez egy már régen kirámolt, valamire jó lesz DVD játszó teteje, amit most szét fogok vágni, és ez lesz a kis műszerünknek az előlapja. És a kis borászati, majdnem szomelié dobozomba ilyesmi lesz így a fedlap, és ide tervezem elhelyezni a fő műszerünket, és ekkoré fog épülni a sok-sok egyéb kiegészítő. Nos, neki is állok, mindjárt elkezdem furmányolni széllyel. Azért a DVD játékos teteje nem olyan egyszerű meg puha anyag, hanem azért ez acéllemez. De volt, akinek nem tudott ellenállni a HSS körkivágómnak, úgyhogy a Black & Deckerrel megforgattam, és gyönyörűen belemegy a műszer. Már bele, nem tudom így belejátszani egy kézzel, de így ilyen lesz. Már csak a négy csavar kell a odafogatásának, és jöhet a többi. Berakva a helyre. Négy darab. Négyes csavar. Ez már jól néz ki. Most jönnek ezek. Kb. Ide, meg alá a másik. Aztán majd jött tekerők, vagy lehet, hogy egymás mellé rakom. A fene se tudja, lehet, hogy egymás mellé jobb lenne. Összegyűjtöttem itt hirtelen a foglalataimat. Hát van néhány fajta, meg néhány fajta cső is. Úgyhogy most 7 fajta lesz, úgy látszik, hogy benne, ilyen loktál, meg ilyen ez a G807-nek, akkor itt a körmös, itt a PL509-519, ez azt hiszem egy 509 talán, annak a foglalata, Shimanovál, úgyhogy meg a kis hétlábú, úgyhogy ilyenek lesznek, 7féle cső lesz beledugható, aztán hogyha valami fejlesztésre akarok szánni, akkor majd teszem azt az oktába, rakok egy ilyen átalakítót, azt bele lehet más is dugni. Lenne itt ilyen G50-es vackom is, de tudod, mikor fogom én azt belerakni, ezt a rondaságot. No, egyelőre ezeket beletervezzük abba a lemezbe. No, erre jó az ilyen körkivágó szett, meg egy kis reszelő, és akkor már is megvannak a szuper furatok a foglalatoknak. Nézzük, hogy fog kinézni. Az eddigi látvány. Két műszerecske,
és a 7 ajzat plusz a nagy műszer. Nos, a kezelőszervek jönnek jobb oldalra és bal oldalra, hogy itt kényelmes legyen, igazából fent meg lehet dugdosni a csöveket, meg nézni a műszereket, hogy mit mutat. Fú, nem egyszerű. A cső kiválasztás nem dugdosós lesz, hanem előre összekötött kártyás megoldás. Hát a párzamos port csatlakozóját szemeltem ki, lehet, hogy kicsit modernebb, mint ezek a műszerek, amik lesznek benne, meg a csőfoglalatok, de én ebbe, hogyha oda beleszerelem ezt a szép kis ajzatot, akkor ugye abba nem lóghat kifele semmilyen vezeték, nem tudom megtapizni, tehát biztonságos. A 1-től 10-ig, na jó, csak 9-ig lábak lesznek ugye egy-egybe a csőlábakhoz vezetve, és a túlsó sor lesz felosztva, úgyhogy a fűtések mindenféle fűtés, a anódfeszültség, a katód, a rácsok, tehát minden-minden külön-külön, és akkor innentől kezdve, ha beledugom, ez például úgy lesz összekötve, hogyha ez például az EL84-nek lesz a kis csatia, szépen a vezetékezés össze lesz kötögetve arra, hogy a katód oda menjen, meg a anód, meg a rácsok ugyanoda menjenek, ahol a kivezetése van a foglalaton, és a fűtés is oda menjen, és a megfelelő fűtés legyen belekötve, és akkor le lesz itt ugye majd valószínűleg ragasztva rajta lesz, hogy EL84, és hogyha azt akarok tesztelni, csak beledugom, és kész, onnantól kezdve EL84-et tesztelek. Ilyen egyszerű lesz a megoldás, és egy ennyi csatlakozóval én már készre, előre beállított csöveket tudok majd, amiket én használok, csöveket tudok mérni. Ha meg olyan cső jön, ami különleges, vagy csinálok hozzá egy csatit, vagy akár egy ilyen dugót ki is lehet vezetni, és akkor ott össze lehet kívül is kötögetni, ha akarom. És végül befaragtam. Jól le lesz a műszer fölött. Nem volt egyszerű kireszelgetni, de hát sikerült. Majd a festésnél persze szebb lesz a előlap. Szóval itt a műszer fölött fog egyből elhelyezkedni ez a csodabogár, de meg már dugdoshatom a csöveket. Alakul a design. Ez fogja a műszert kapcsolgatni, hogy mit mérjen, az, hogy az anódot vagy a G2-t, az a középső kapcsoló lesz a gázellenőrző, mármint, hogy gázos-e a cső, ez a fő kapcsolónk. Az egy nyomógomb amúgy, ilyen szép világítós, ez fogja indítani a tesztet, hogy amíg nyomom, addig kapja majd az anódot meg a G2-t, annak a csőfoglalatok, ott van a slottunk, ott a két műszerünk, ami a G2-t és az anódot méri majd, az fogja a feszültségtartományt kapcsolni, az lesz az anód feszültségünknek a finom hangolója, ez a G2-jé és ez a G1-jé, úgyhogy valami ilyesmi kinézete lesz, úgyhogy fúrok, faragok már is. Tiszta ementális rajta, egyre kevesebb benne a vas és egyre több a luk. Összes furat kifúrva, igazából körbe a felfogatásos furatokat is oda bigyeztettem, hát szerintem festés. Letisztítás, alapozás, festés, még nem tudom milyen színű lesz, de valami barátságos, és utána lehet beleszerelni mindent, és jön a neheze, mert a belbecset még meg kell csinálni, ezeket pedig össze kell kötögetni. Ilyen ez a műszergyártás, hosszadalmas, pepecs, alapozó szára, tehát hagynám én fehéren, de valamilyen szín csak kell neki, az se lehetetlen, hogy sárga lesz. Szerintem szép, most várjuk meg, amíg megszárad ez. Reménykedtem, hogy végre elfogy a sárga festékem, de nem. Nos, ezt a menő szint választottam neki. Ezen jó kontrasztos feliratokat lehet csinálni, és látszik majd minden. Igazából szépen összeillik a barna meg a fekete a sárgával. Úgyhogy, hát ilyen színű lesz. Festék szárad mögöttem, tekerők, potik, előkészítve mindjárt lehet össze csavarozgatni, és meglátjuk, hogy néz ki. Ugye, hogy szép lesz? Ez már benn van. Azt hiszem, elég esztétikus lesz. Éppen, igen, ott még hiányzik a csatlakozónk. Most mennek föl rá a kábelek, lezsugorcsövezve egyesével. Hát alig lesz elég az a 25 pólus, mert a fűtéseket duplán viszem, és felviszek oda mindent. Fúha! Többen kérdezték a TruckPower 2.0-as 24 voltos tápegységemnél, hogy a feliratokat miért nem magyarul készítem el. Hát ezen hülyén nézett volna ki, az biztos. Viszont a mi kis elektroncső teszterünk, hát angolul a Vacuum Tube Tester nagyon
Érdekesen nézett volna ki, és az elektroncső vizsgáló sokkal szebben fog rajta mutatni, úgyhogy teljesen lemagyarítva csak magyar feliratok lesznek most ezen a masinán, csak azért is. Kábelkötek kész. Nem szivárvány, csak sokszínű. És lejegyeztem mindet, hogy mi hova megy, úgyhogy már csak be kell majd kötni. És feliratozva, elektroncső vizsgáló. Még a kapcsoló is pont oda kapcsol, ahol a felirat van. Ez is. No, ilyen lesz. Azért jó sok átés tápot bontottam ezekből, a táptrafók, a szűrőtekercsek, minden kondenzátorok, minden megvan még, mert a hasznosítható dolgokat én félretettem. Nos, az egyszerű mezei átés ellenütemű PC tápnak a kétféle, ezek a 200 meg 300 wattos, még a Vargáné és társa, vagy Vargáné, nem tudom, hogy hívták azt a nagyon egyszerű tápot, átés tápot, azoknak a táptrafói, ezek EI 30, ez nem is 33-as a kicsi, szerintem 27-es talán. Nézzük már valamit. Ott körül, ha van ilyen szabvány, EI 27, az a kicsi, eznek az EI 33, mind a kettő alkalmas rá. Én ilyen EI 33-asból volt, hogy két teljesen egyformát szétszedtem, és egymás mellé raktam a vasakat, abból lett az 1200 wattos tápja az iraudamnak a kék koffer erősítőbe. Nos, ezt az icilipicilit fogom én felhasználni, és hogy milyen is belülről ez a táptrafó, majd mindjárt jól lerajzolom. Ezek a PC táptrafók, ezek hát húzzal átmérő a különbsége, hogy a kicsi meg a nagy az mivel van tekerve, de egyébként itt ezeknek a húzaloknak, mivel az egész vezetékhoz ilyen néhányszor 10 centi, azt hiszem, hogy 8 amper per négyzetmillimétert engednek meg, tehát azért lehet ilyen áramokat leaggatni róla, persze ventilátoros hűtéssel, mint amiket a PC tápok tudnak. Nos, ennek is, meg a nagyobbik tesójának is a primer oldala az kétszer, van itt egy félig megcsapolás, mert hogy rétegeibe primer-szekunder úgy van felvive, lehet is látni, hogy a primer oldalnak is ott van a középső láb kivezetése, az a felezési pontja egyébként a primer tekercsünknek, kétszer 20 menet van rajta a primeren, és a szekunderen pedig ez változik ugye a kicsinél meg a nagynál, hogy van nekünk egyszer 3 menetünk, meg még egyszer 3 menetünk, aztán van még 1-2-3-4 menetünk, és itt is van 1-2-3-4 menetünk. Na most ez típusa válogatja a nagyba, tehát a 300-400 wattosoknál, ebből a tekercsből, az kisebbikből, a 3 menetesből azt hiszem, hogy 3 szállal van tekerve, tehát az 3 párzamos szállal van szépen tekerve, és a 4 menetes része az meg 2-vel, de ebben már annyira biztos nem vagyok, már régen szedtem szét őket. A kicsibe, abban meg 1-1 és 2-2, tehát ez a nagy, és a kicsinél annál meg 1 van simán a 12 voltos leágazásnál, 2 van a 5-ösnél, de majd mindjárt meg is látjuk, hogy igen, ez a 5-ös meg a 12 voltos leágazás, és így van szépen kihozva, és ez a középső, ez az a sok-sok drót, ahol itt össze van közösítve, ugye itt lehet is látni, hogy itt például 6 vezeték végződik itt ebben a pontban, itt csak 4, nos ez lesz a testünk, és ezek pedig
egy-egy dióda párral, ezek persze dupla Schottky diódák vannak összekötve, és ebből lesz az 5 volt, és ebből meg a ugye ellenütemben tekert, szimmetrikusan tekert kétutas egyenirányítás, és itt lesz a plusz 12. Voltunk ennél ugyanígy. Nos, így néz ki a gyári PC-táp, ellenütemű gyári PC-táp trafó. Nos, én visszafele fogom használni most ezt a transformátort, és legalább meg is tudom majd mutatni a transformátor, a kapcsolózőmű transformátor tesztelő kis masinámat, ugyanis én pont az ellenkezőjére fogom használni, mint eddig használva volt. Én itt most ezt letörlöm a kisebbiket, itt ezt hagyom meg, a tekercs kivezetéseink itt lesznek. Nos, én azt fogom csinálni, hogy a közepét felkötöm szépen plusz 12 voltra, hát jó, 12, ez most 3S2P akkumulátor pakra, hát ha fel van töltve 4 voltig, akkor megvan a 12 voltunk, persze 11-ig eset, hogyha használatban van, tehát ez egy lítium-ion akkumulátor pak lesz, és én ide fogom kapcsolgatni, felváltva, most ezt kapcsolókkal rajzolom, felváltva a két végét testre húzom, innentől kezdve én visszafele tudok termelni arrafele feszültséget indukálni az eredeti primer tekercsen, természetesen menetszám arányban. Na most itt lehet is látni, hogy itt 7 menetünk van, és ez valósan is rajzoltam, tehát 4 meg 3, tehát itt volt mondom az 5, itt a 12 voltunk. Nos, ez 7 menetre, hogyha rájut a most például már merültebb állapotban 11 volt, akkor 11 osztva 7-tel egyenlő, szorozva azzal a 20 menettel, ami most a fele lesz a primernek. Ott 31,4, tehát közel 31,5 volt jelenik meg. Na. Tehát lehet is látni, hogy már csak azzal, hogy én emide kapcsolgatok rajta, 2x31,5 voltot lehet a túloldalt készíteni ezzel a kis szupi trafóval, mindenféle áttekerés nélkül, aki ilyennel akar játszani, nyugodtan megteheti, erősítőt lehet rákötni, tehát erről a feszültségről már lehet üzemelni akár egy D-osztály erősítőt, akár egy autó erősítőt is lehet így építeni, meg kell oldani ugye a primer kapcsolgatást az ellenütemben, akár egy SG-vel, egy SG 35-25 azt hiszem, vagy a TL494-jel, vagy akár, amivel én fogom, IR2153-mal, mert bár az IR2153 nem erre van kitalálva, de működik 12 voltról is, és ugyanúgy egy ellenütemű, akár több száz kHz-re képes vezérlőt fogunk kapni tőle, és két MOSFET-et el kapcsolgatva ezt a trafót meg tudjuk ugye gerjeszteni, és onnantól kezdve visszafelé használjuk a gyári PC-táp trafót, és készíthetünk vele 2x31,5 voltot, ha egyel beljebb kapcsoljuk, például azt hiszem, hogy 75 kHz-től már elviseli, 50 kHz-en még annyira nem, ott elég nagy az áram felvétele. Na most, ha ide kapcsolgatjuk például, akkor még nagyobb lesz ott a feszültség, ott olyankor nem 7-re, hanem 3 menetre kapcsoljuk a 12 voltunkat, autóba 14,4-et. Na most 14,4 osztva 3-mal, ez lesz a menetenkénti volt szám, tehát egy menetre 4,8 volt jut, szorozzuk 20-szal, itt már, hú, ez sok lesz gyerekek, ennyit nem szabad rákötni. Igen, az már 96 volt, az rengeteg, tehát arra nem szabad annyit kötni. Na most még ide, hogyha 11-et kötném pont ide a 3 menetre, akkor 11 osztva 3-mal, szorozva 20-szal, akkor is 73 volt lenne itt. Tehát, de én nem oda fogom kötögetni, tehát akkor a feszültséget azért ne akarunk elállítani. Akár azt mondom, hogy teljesen nyugiba, kisebb gerjesztéssel a két végére nyugodtan lehet kapcsolgatni. Na most én már ilyet készítettem egyébként, amikor egy ilyen
DVD játszót kellett megtápláljak 12 voltos akkumulátorról, kapcsolatban táp volt benne, és raktam bele egy ilyen eszközt, az előző felállásból ide kapcsolgattam, amire majd 200 volt megjelent, azt ott még egyenén állítottuk, hát jó, pufferelve se lesz több, mert ez négyszögjel, és arra 200 voltról már ment a DVD játszom, az ugye ugyancsak 100 volttól 240-ig mindenről működött, úgyhogy egy kis ekkora kis panelen, egy ilyen kis trafóval én csináltam a DVD játszónak primer feszültséget. Nos, amire én itt használni fogom ugye a mérőműszerembe, mint láthatjátok, hogy a két végére ide kapcsolgatom folyamatosan felváltva 11-12 voltot, akkor menetszám arányban bizony ez egy autotranszformátorként fog működni, tehát ha én ide kapcsolok például 12 voltot, akkor az úgy fog megoszlani a meneteken, hogy a 12 voltnak a 7 menethez képest a 3 menetén amekkora feszültség megjelenik, annyi lesz ott. Na most, ha most 11-el számolok, mert tényleg 3,75-ig merítsünk egy darab cellát, szorozva 3-mal, az 11,25, számoljunk csak 11 volttal. 11 osztva, ugye a 7 menetemmel, 7 menettel az 1,57, szorozva 3-mal, az 4,7 volt lesz itt folyamatosan, tehát itt a kapcsolgatás ütemében itt mindig 4,7 volt váltóm lesz, azon a frekvencián, amin kapcsolgatom, persze ez itt 50 kötőjel 100 kHz lesz, és fölül pedig 11 osztva 7-tel egyenlő szorozva 4-jel 6,28. Na mire jó ez nekünk? Főleg, hogy itt is lesz egy 4,7-ünk, meg egy 6,28-unk, és ha én még ide tekerek pluszba hozzá 4 menetet, mint mondtam, itt is lesz egy 6,28 voltom. Na mire jó ez nekünk így takarék transformátoros megoldásban? Hát fűtéseket tökéletesen le tudom róla akasztani. A 4,7-et azt mondom, hogy egy 5 voltos fűtésű cső nyugodtan megkaphatja. Ha én még mindenképpen akarok egy plusz különálló, lehet, hogy a, hát az a baj, a két menet az csak 3 voltot ad, úgyhogy az a baj nem lehet, de megpróbál a 2,5 menetet tekerni. Rá olyat lehet csinálni. Tehát 2,5 menettel kivezetve itt lesz egy 4 voltom. Egy teljesen független 4 voltom, például egy AZ1-es vagy AZ4-es cső, egyenállító cső teszteléséhez független 4 voltra van szükség, nem lett köze a többihez, ezeknek lehet teljesen mindegy, hogy honnan jön a közvetett fűtésű csöveknél a fűtés feszültsége, úgyhogy itt lesz egy 12,6 voltom majdnem, 6,3 majdnem kereken. Tehát lehet a 6 voltos csöveket ezzel fűteni, a 4,7-tel az 5 voltosokat, szerintem a hány százalék, 10%-ban bőven benne vagyunk, akár a teljeset sorba kötve már P-s csöveket is nyugodtan ki lehet hozni belőle azt a feszültséget, ami kell nekünk, tehát ezeket kombinálva és oda kivezetve ugye a csatlakozóra, én olyan csövet tesztelek majd, amilyet akarok, lesz egy csomóféle fűtő feszültségem, és elég jó áramterhelhetőséggel, mert ez az autotranszformátor azért itt nekünk folyamatosan azon a frekvencián, ez kenni fogja bele az energiát, és az terhelhető is lesz. Plusz még a szekunder oldalt is egyébként majd fel fogom fűtésre használni, mert az is ki lesz oda vezetve, a szekunder oldal fogja amúgy az anódot is mindjárt mutatom, hogy hogyan előállítani. Azt is lehet például olyan P-s csöveknél, vagy U-s csöveknél, ahol 100 mA-nek kell folyni, az U-s csövek ugye UBL21, meg ilyeneket akarok tesztelni, az azt hiszem 55 voltról működik. Na most, ha itt jön 60 voltom, ott már csak egy icipici ellenállás, egy 1 wattnyi veszteséggel szerintem egy néhányszor 10 ohmos ellenállás sorba kötve, lehet, hogy kereken beáll 100 mA-ra a fűtésünk, és azt is meg lehet róla táplálni, vagy ilyen 30 voltos feszültséggel működő csöveket. Mindenfélét ki lehet bőle egyébként hozni, azon túl, hogy mindjárt mutatom, hogy lesz ebből anód feszültség. Az anód feszültség előállítást bizony kaszkád feszültség sokszorozóval fogom megoldani. Amiért jó nekünk ez a kapcsolás, azon túl, hogy akár mekkora feszültséget elő lehet vele szinte állítani, persze a terhelő áram rovására, azon túl ugye egy olyan kapcsolás a kaszkád feszültség sokszorozó, ahol az egyik vége a tápláló tekercsünknek testen van, ami azért jó, mert nekem onnantól kezdve együttes egyéni irányítással lehet akár negatív feszültségem is, és a kaszkád feszültség sokszorozóval pedig egy pozitív, jóval nagyobb feszültségem. Amire még jó a kaszkád feszültség sokszorozó, hogy tagonként levehető róla a
előállított feszültség, tehát többféle feszültségre is kivezethető. Ilyet használtam egyébként a karika csövesemben, ott a negatív rácselő feszültséget állítottam elő a fűtésből ilyen feszültség sokszorozóval, és ott is lehetett arrébb rakni a kivezetést, hogy mekkora negatív feszültségre van szükségem, és így lépésekben nem potméterrel lehetett beállítani, de az már egy másik történet. Itt ebben a kapcsolásban az 50 Hz-es verziója nem annyira terhelhető, viszont mivel itt 50 kötél 100 kHz-ről beszélünk, akár kisebb kondenzátorokkal is szinte folyamatos töltés alatt állnak a kondicskáink, amik egymással ugye sorba kötődnek, és így igazából folyamatos utánpótlásuk van, és nekünk az a néhány 10-nél esetleg 100 milliamperes terhelhetőség elvileg itt majd meg lesz, de majd mindjárt jól össze fogom pakolni ezt a kapcsolást, és ki fogjuk próbálni. Legalább meg tudom mutatni ugye a trafó, nagyfrekvenciás trafó teszteremet. Na most ez pedig ugye ez a feszültség sokszorozó, innen pedig testelt az egyik vége katódon keresztül dióda negatív feszültséget egyenirányítva. Ez egy együttes egyenirányítás, amit itt látok baloldalt, ő fogja ugye a rácselő feszültségemet, a negatívot előállítani. Itt persze ez a mínusz 62, meg ezek a 124, 3x62, ezek nem pontosan ekkorák lesznek, mert a 0,6 voltok, amik a diódákon esnek. Ezek majd beleszólnak, de nagyságrendileg a bemenő feszültségnek a valahányszorosát állítja elő, mindig mondom tagonként a feszültség sokszorozó. Ezt a kapcsolást most megpróbálom összepakolni, így légszereltem, meg kipróbáljuk a kis transformátorunkat, hogy működik-e és mit ad. Nos, ezzel a kis teszter masinával akár ezt a PC táptrafót mind a két irányból tesztelni tudom. A bal oldala az a kis feszültségű olyan táptrafókhoz készült, mint az autóerősítők táptrafói. Van neki két fetre kapcsolt kimenete, ez két, azt hiszem, 60 ampernyi MOSFET drényére megy ez a két kimenet, és azokat kapcsolgatja felváltva a source-ra, és így lezárja akkor ezeket a kimeneteket testre, azt hiszem 50 kHz-en. Van ugyanúgy negatív és pozitív, azaz, hogy test és a plusz 12 voltos kimenete neki, arról egy-egybe a trafó megtáplálható, van pillanatnyi bekapcsolási lehetősége, meg van fixre kapcsolási lehetőség, tehát hogyha ki akarjuk csak próbálni, hogy na, működik-e, és ezek a voometerek, ezek itt teljesítményt, azaz, hogy felvett áramot mutatnak, és azokon lehet majd látni, hogy sokat vesz, vagy nem vesz sokat. Ugyanez a jobb oldalon, ez egy félhidas, mint a PC táptrafok meghajtása, egy félhidas kimenetű kis táptesztel rész, ugyanígy pillanatnyi indítással, meg fixre kapcsolási lehetőséggel. Nos, ezt meg egy-egybe rá tudom, ha kell kötni a táptrafon primer, eredeti primer tekercsére, és akkor ezzel a potméterrel 55 és 125 kHz között lehet állítani, hogy mennyit kapcsolgasson rá, milyen frekvenciával. És mondom, ez egy félhidas kimenet, tehát a PC táptrafokhoz készült igazából, és azon meg lehet akkor a szekunder oldalon mérni, hogy mekkora feszültségek keletkeznek. Nekünk most igazából nem az eredeti formában fog kelleni a PC táptrafó, tehát én ide fogom kötni, meg a testre, meg még a plusz 12-t adom neki, ami majd valamennyit esni is fog, mert nekünk ugye egy akkumulátor, egy 3S 2P akkumulátor pak fogja szolgáltatni az energiát. Nos, arról kell majd működjön egy ilyen 11-2 voltról valóban, úgyhogy valamennyit eshet is, és akkor majd mutatja, hogy mit termel. Kíváncsi vagyok az autotranszformátoros megoldásra is, hogy az mennyire terhelhető, úgyhogy mindjárt innen ki is vezetem, és megnézzük ilyen izzókkal, meg esetleg rákötjük a szkópot, megmérem, amit mutat, megnézzük, hogy milyen feszültségek keletkeznek. Alapvetően a transformátorunk kipróbálásához nincs szükségem csak a plusz 12 voltra meg a két MOSFET drényére. Ezeket ha szépen rákötögetem, szépen a 12 voltos kimenetre, és ha ezek már a helyükön vannak, lehet is nyomni itt a gombot, és gyönyörűen működik, ott az világít is. Tehát az a két LED ott a két alsó vezeték alatt, ugye az világít, hogyha van önindukciós feszültség, tehát dolgozik a cucc. Nos, annak kell világítania.
mivel mindenféle műszerem hülyeséget mér négyszöggel esetén, főleg ilyen 50-100 kHz környékén, ezért csak hogy megnézzük, hogy Scope egyáltalán mit tud megmutatni nekünk, mit tud mérni és hogyan méri. Nos, ezért például oda bele fogok mérni egyszerű DC egyenfeszültség állásba a digitális multiméterrel. Sajnos nem 11 voltot ad, majd mindjárt innen meg fogom táplálni. 14,5 voltot ad, az jön be, és ugyanoda rákötöttem a Scope-ot, ahol a pozitív feszültség bemenetünk van, tehát a összekötött kábelvég és az egyik FET-nek a kapcsolgatott drényére, tehát oda egyértelműen ezt a 14,5 voltot kapcsolgatja, ott annyi lehet csak, és meg is lehet nézni, hogy mit mér. Na most mér itt nekünk periódust, csúcstól csúcsig feszültséget, természetesen van itt egy túllövésünk is, ha én elkezdem terhelni, majd nem lesz. Tehát már most csak megmutatom, hogyha rárakok egy izzót, ezt most nem fogjátok látni, de rárakok egy izzót, már gyönyörűen kisimul az a jel, tehát abból tudok én majd szép négyszöget csinálni, hogyha majd terhelem, és ott van WC-RMS 14,23, na az lesz a valós feszültségünk, ami rajta van, tehát azt kell nézni, azt középen a 14,2-3-at ezt kell majd nézni, ez fogja megmutatni, hogy mennyi ott valójában a feszültség, amit éppen termelek vele. Összekötöttem a malackát, aki ugye egyértelműen terhelhetőbb, beállítottam 11 voltra, ő belőle maradt a fetes kapcsolgatósdi, ha most ugye itt adok neki jelet, akkor amoda a ledek elkezdenek világítani, hogy dolgozik is a cucc, nagyon jó, persze az árammérője innentől kezdve ott nem nagyon fog jelezni semmit, mert nem onnan jön a delej, de itt is a mi kis kék árammérünk ilyenkor mutatná, ha baj lenne, és természetesen a jelünk is megjelenik, és majd mindjárt le lehet olvasni a Scope-on, hogy mit mutat. Nos, egyszerre nem fogjátok látni a trafót, meg a Scope-ot, de a Scope-ra beállítom a kamerát, és én majd elkezdem érintgetni ide-oda-amoda, meg néha meg is terheljük. Tehát most a bejövőt fogjuk nézni, és megnézzük, hogy mekkora feszültséget mutat. Elkezdtem neki küldeni. Hát 10,8, igen, egy ilyen 0,2 fog esni akkor innentől kezdve a kábelezésen, de hát majd ott nem fog, mert akkumulátorról közvetlenül lesz táplálva. Nézzük egyébként, ha megterhelgetem, mit csinál. Ugye a tüskénk eltűnik. Feszültség, hát visszaesett majd 10 voltra, mert hogy azért most már folyik 1 amper. Jó, nem baj. Akkor nézzük csak az RMS-t, és most nem érdekel minket a túllövés. Na szóval, most azt mérem, ugye, ami rámegy, azaz a 10,8 volt. Ezzel kapcsolgatom. Mindjárt innen lebigyeztjük. A két vége között nézzük, mi van. Ott a dupla feszültségnek kell lennie, mert hát autotranszformátoros megoldás. Ott van 21,6 volt. Na, lejöttem megint. Tehát 21,6 jön a két vége közt. Nagyon jó. 11 voltról. Tehát ez a fele. 10,7. És lesz a két vége közt. 21,6. Még azt mondom, hogy kicsit feljebb is mehetek a feszültséggel. Legyen az aksi egy kicsit töltött. 11,3-ig föltekertem a tápot. Nézzük most a bejövő. 11. Nagyon jó. Két vége közt. 22. Ennyit a takarítrafóról, tehát ez így működik. A közepe és az 5 voltos kiállás között 4,7. 5 voltos kiállás és a kapcsolt vége között 6,3. Na mire jó a 6,3 volt? Hát na vajon. És majd plusz ugye tekerek hozzá még 6,3-at, azaz, hogy még 4 menetet, meg még a 4 voltost. 2,5 menettel, és azt is majd mindjárt meg fogom mérni. De lényeg az, hogy tényleg amiket számoltam, azok vannak rajta. Például a két 5 voltoság között meg hát 9,456, tehát az a közel 10 volt, vagy 9 voltnak is vehető, 9,5-nek. Szóval ezek a feszültségek vannak rajta, és most a túloldalra átfordítom. Nézzük a túloldalt a közép kivezetéshez képest.
tudom, 30 akárán voltnak kell lennie, ugye? Van is. Amit számoltam, durván 31. Szuper! Másik irány ugyanennyi. Ott van, 30,7. És a két vége közt most fog rázni. Hú, de csúnya jel! De ott van. Állít tudja megmérni, mert már itt olyan zavar van, de... De a 60 akárhány, 62 ott be villan. Tehát abból fogunk mi anult feszültséget csinálni. És most jól megnézzük, hogy mennyire terhelhető az a autotranszformátoros megoldás. Így, hogy már a malackáról táplálom, azért kicsit terhelhetőbb. Ez egy 24 voltos, 50 wattos izzó. Ugye a bejövő 11 voltra, ha ráteszem, akkor így világít. Ez most a durván 11 volttal a fényereje, és a duplával meg itt van, ez már 24 volt. És a közepéhez képest itt van ugye a 4 egész akárhány, az ennyi, emelre is 4 egész akárhány, és a közep nem, a másik végéhez képest itt van a 6 egész valamennyi, meg itt a másik 6,3. Ez volt a 4,7, lehet azért látni a fényerő különbséget. Tehát így épül föl, a 2 darab 4,7-es, ez a 10 volt, lehetett látni, ez volt a 12, ez a 10. Tehát itt azért minden feszültség ott van, és tényleg ennyire világít, tehát ennyivel fog fűteni a cső, ha ide kötöm, mondom, még a 24 is rendelkezésre áll. A túloldal, de addig leállítom a betápot, nehogy a csipeszek itt leugorjanak. A túloldalt pedig ezzel tudom mérni. A 60 wattos, 230 voltos izzómmal, itt van a 60 voltunk, tehát ez ennyire világít vele. Úgyhogy ezzel szépen mind a kettőt előállítjuk. Az anódot is, és a fűtést is. Gyorsan bontottam FR 102, 103, 153-akat. Ezek PC tápos, ilyen 1 amperes gyorsdiódák. És mivel a 100 nanofarád 50 kHz-en azért nagy kapacitásnak számít, ezért most ezt 100 nanós kondikból építettem fel ezt a kis feszsokszorozót és a mínusz előállító kis együttes egyenirányítást is, és mindjárt jól kipróbáljuk, hogy mennyire terhelhető így 100 nanóval. Kellene neki nagyobb kapacitás egyáltalán, hogy azt a néhány 10 milliampert elviselje, ami nekem majd kell. Elvileg nem ér össze senki, most itt a műszerem plusza, hát itt akárhova méregetek, itt még semmi feszültségünk nincs, de ha én ezt bekapcsolom, elvileg már ketyeg is. Nézzük, mit csináltunk. Itt 193, hújjújjújjújjúj, több lett, mint gondoltam. 11 voltból lesz ennyi. Tehát itt 190. Hát itt az első. 110. Az ott változik persze. 192. Itt. Hopp. 310. Még sok is lesz, basszus. Balhé van, 354. 476. Hát ez így még sok is, nézzük a mínuszt. Mínuszunk meg 100 volt. Hogy lett ebből 100 volt egyen? A 62-ből. Ja, lehet a túllövések miatt egyébként. Semmi előterhelés nincs rajta. Lehet, hogy raknom kell rá egyébként, mert az valamennyit segít. Nézzük meg terhelve, mit csinál. Hát itt a 15 wattos izzó. Nagyon jó. És mérjük és terheljük. Nézzük a... itt ezt. Nézzük. Itt van elvileg 312. Húha, 175-re esik, tehát a tipikusra, ami majd nekünk kell, amit számoltam is, 175-re esik terhelve. Terhelve esik 175-re, de durva, pedig itt most azért folyik áram. Itt most 354-et mérek, 220-ra esik, 15 watttal terhelve, és már vesz is 1,3 ampert amúgy a tápból, tehát jók vagyunk. Igen, az a 15 wattunk. 11 voltról, tehát ezek terhelve vannak meg ezek a feszültségek, hát akkor valami terhelés kell rá, nagyon úgy néz ki, itt 120 volt van, a 62 duplája, tehát a túllövéseket leszámítom, most 186 ugye, és 120-ig esik terhelésre, de láthatjátok, hogy azért terhelve is itt van a feszültségünk, és 100 nanóval csatolva gyönyörűen dolgozik egyébként itt a 100 voltot mutat, közben itt a 60 van, ott a 60. 60 volt terhelve. 120.
174, 220, hát egyre fejebb nem merem már kapcsolni, mert az izzó nem fogja szeretni. Gyönyörűen dolgozik, gyerekek. 15 wattos izzóval terhelve, 220 volt van. Milyen áram folyhat itt most? Nézzük csak meg. Itt már egyen van, úgyhogy jobb esetben mutatja is. 200 milliamperes állásba. Izzó, izzó, itt a vége. Fuss el, véle megfoghatom. És mint mondtam, ide érintve gyönyörűen. Na. 65 milliamper. 65 milliamper folyik, és van ott. Ja. Ott terhelve nem. 220 egyen. 65 milliamper. Szorozva egész 0,65-tel az 14,3 watt. Hát ez egy 15 wattos izzó, úgyhogy az annyi. 15 watttal terhelve, 65 milliamperre terhelve, 220 ott van rajta. Szuper, ez jó lesz, gyerekek, ez már csak meg kell csinálni a panelra, és gyönyörűen működik a kis tápom, és semmit nem vesz alapba. Amikor már nem ilyen hosszú kábelekkel madzagolva hajtjuk, hanem elérakom a kis vezérlésemet, és fixen be van kötve, és nincsenek hosszú kábelek, amiken mindenféle kapacitások jelenhetnek meg, akkor bizony így működik. Egy az, hogy áramfelvétele szinte semmi, ez már a szekunder jel, semmiféle túllövés nincs, 67-68 kHz-en kenjük neki, 6,1-et mutat persze, mert egy tízes osztóra van kapcsolva, tehát 61 volt a szekunder feszültségünk, és már mutatom is, hogy hol mekkora. Lehet majd nézni. Első 127 terhelés mindenféle extra nélkül. Második 185, 6. Harmadik 253. Negyedik pedig 308, és ilyenkor persze semmi extrát nem vesz. Ja, és 10,9 voltról megyünk, ha 11-ig föltolom, akkor is itt körül marad. Úgyhogy semmiféle extra beavatkozás nem kellett. Nem kellett a túllövésekkel kezdenem semmit, hanem csak szép jelet kellett biztosítani, ami most már megvan. A táplálásra kiszebelt X-Power Bank, sógoromnak a volt Power Bankja, maga az elektronikája a balanszeren kívül tönkrement. Én akkor átalakítottam ilyen kis, hát majdnem 12 voltos, de most is tud 12-t, kis powerbankra, és meg lett kondízva, mert is sokkal stabilabban tartja azokat a feszültségeket, terhelésen simán hozza, ami nekünk kell, úgyhogy még két elkó fog majd rámenni így oldalról, és ezt kell nekem most egy panelra rárakjam, ezt a szekunder oldalbeli hülyéskedést, és persze a szabályzó elemeket. Ha nincs megfelelő méretű széneldiódád, azaz, hogy feszültségű, akkor vissza a kezdetekhez. Glim. Ugye a stabilizátor csövek is ugyanúgy a glim lámpa elvén működnek, kerek 300 voltra beálltunk, 33 kilómon keresztül, és még ráraktam egy 270 kilómost is párzamosan terhelni, mert hogy a két potméterünk rajta lesz az anód és a segédrács potija terhelni, úgyhogy most ez így a jó, 33K fentről, rá az amúgy 300 voltos klimlámpa, és még egy kis terhelés, és kerek 300-ra be van állva, ilyen 1-2 voltot ugrál össze-vissza, és ilyenkor 355 van a végén. Úgyhogy jó lesz az új stabilizálni a fetes, kis áteresztő fetes tápocskának. És a mindentől független plusz 2,5 menet, a 4 voltom is felkerült a trafóra, itt lett külön kivezetve. Rá is raktam az izzómat, bekapcsolom, így világít a 24 voltos izzó a 4 voltról, és a jel alakunk az ilyen, 4,1 volt, néha 4-ig leesik, úgyhogy nagyon jó, megvan a független 4 voltom, és nem is kell nekem 6,3 pluszba, mert ezzel a 4-gyel, mivel független oda kötöm sorba, ahova akarom, bármit ki tudok hozni a többiekből is.
És ugye a végleges kapcsolási rajzunk, a nyágterv. Tehát szépen bevittem gépbe, lett belőle egy ilyen, és utána jól össze is raktam, és egy ilyen gyönyörűséget összehoztam. Ez mind itt a fesz sokszorozó jól elrendezve. Köztes diódák, itt a plusz pufferek, itt a mínusz, egy Darlington PNP tranzisztor fogja szabályozni, ez pedig a két áram határolt fetes áteresztő fetes kis szabályzó, a potiknak kivezetve már a vezetéke, majd csak be kell kötni. Ez itt olyan opcionális csatlakozás, szerintem oda át fogom alul vezetni a fűtéseket majd a trafóról, úgyhogy rakom össze ezt meg a maszt két nyákot. Nos, ilyen a végkifejlet. Tök cuki. Be kéne dobozolni, de mi be is? Valami be, ami árnyékolja, meg nem ráz utána. Kinek ismerős. Most gipszkartonoztunk tavaly nyáron, maradt egy csomó ilyenem. Legjobb profil. Ilyet lehet alkotni gipszkarton profilból. Hűtő bordácska hozzáhúzatva ez a lemezhez, még két csavar majd alulról bemegy és a nyákba fog kapaszkodni, úgyhogy le van rögzítve alatta hullámlemez papírból, úgyhogy le van szigetelve. Úgyhogy ennyi, megy mindjárt a helyére, csak be kell előbb kábelezzem, az lesz a nagyobb feladat. No, a tápegység bekötésre került. Hát ez volt a legnagyobb falat igazából, mert ezt a sok-sok-sok madzagot idáig elhozni, úgyhogy még méretben egyformák is legyenek. Kapcsolót bekötöttem a feszültség választóhoz, aztán innentől kezdve, hát igen, ott még egy kicsit el van így rejtve a műszerünk, de majd az is jó lesz a végére. Le van rögzítve, ez már a oldala neki, úgyhogy majd így ezen már gyönyörűen megáll. Tápegység teljesen bekötve, ugye bekötöttem a két kis műszert, az anód és a segédrás feszültségmérő műszert, potik működnek, és az első foglalat bekötve a szép színes madzagjaimmal, és most minden egyes kábelt egyesével az összes csövön végigfuttatni, hát megint csak maradtunk a színkódnál, úgyhogy már az egyes és a kettes láb, persze innen kiindulva, innen tovább fűzve, be van kötve a többi csövön, de most ezt így kell végig vinnem, erre persze csak 5-öt, van amelyikre csak 8-at, a kicsire csak 7-et, erre ugyanúgy 8-at, úgyhogy lesz mit kötögetni. És végül az összes foglalat szépen színkód szerint végigkábelezve. Most jön a műszer, meg a műszerváltó kapcsoló bekötése, hogy feszültséget is, meg áramot is mérjen, úgyhogy kap az anód és segédrács kapcsoló egy-egy söntellenállást, egy-egy ohmosat, teljesítményeset, és arról fogjuk leosztani azt, amit annak mérnie kell. És a műszer kapcsolója is bekötve, ellenállások összeválogatva, hát ha műszer ellenállás nem is, de többből össze lehet rakni a pontosat, és nagyon-nagyon pontos. Teszteljük le, mennyire pontos. Most 200-as állásban, az a műszer még sorba, fázis ceruza, ami nem fázis ceruza, hanem ez a keresőlámpás, valami bekötve, hogy terheljen, valami bekapcs, folyik 50 milliamper, műszer szerint 200-as állás, tehát a zöld, az is az 50-en áll, ha átkapcsolom 100-asba, akkor megint csak az 50-en áll, az a piros skála, és itt már nem kapcsolhatom át a 40 milliamperesre, mert kiakad, hanem fogom magam letekerem azt ott annyira, hogy ez itt 40-et mutasson. Folyjon csak 40 milliamper, jó? 40, ez lejjebb is ment. 50-hez képest ugye, ha ott a, ez most melyik állás? 100-as. 100-as skála a piros, ott az 50, ott a 25, akkor itt a 37,5, az lesz az a 40, és ha most leveszem teljesen minimum nullára, az az, hogy a 40-es skálára mutatja, és a kereken 40 milliamper van, 25 milliamper, hol áll a mutatónk, az pedig a 25-ön áll, az 50-nek a fel, akkor jó az, csak
le kell tudni jól olvasni, úgyhogy a 200-as állásba. Jó, 100-asba ott a 25, a piros, nagyon jó. És a 40-es állásba az kerek 25-ön áll. Na, be van kalibrálva ez a csodabogár, lehet összerakni teljesen készre. Műszer végül bekalibrálásra került. Lehet a tápját itt a főkapcsolóra bekötni, meg az akkumulátor csatlakozóra is. Igazából lehet csinálni ezeket a összekötő bigyókat. Töltés azon a két szálon a piros-feketén fog érkezni, ezen a diódán keresztül a kapcsolóra, a kapcsoló középső érintkező párja, mert ugye ez egy kétszer, aztán 3 vagy 6 amperes kapcsoló, tehát bírja, oda megy az akkumulátor, tehát onnan töltést kap, vagy az aksit ide kapcsolja, ami megy be a tápegységünkbe, úgyhogy rakhatom bele a dobozába, és kész vagyunk. Tépőzáras megoldás, le az aljába, rá az aksira, aztán rakom össze, kész. Le sommelier! Kapcsoljuk be! Világít, azok ki is ugrottak. Világít már a tesztgombnak a visszajelző izzója, az mutatja, hogy megy a táp. Mind a két feszültség gyönyörűen tekergethető. G1-en vagyunk. Műszer is mutatja, hogy hogy állok. Minusz UG-val. Nagyon jó. Áram, feszültség. Építsünk hozzá összekötőt. És összeállt a rendszer. Egy zsírúj EL84 a helyén. Az EL84-hez kialakított kis dugó. Minden amúgy összekötve. És nézzük a gyári adatait. Ugye ez alapján szépen be is kötöttem, a lábkiosztás is itt van, meg amúgy csomó helyen ott van a bekötése, ami kis EL84-ünknek. Ugye megkapja a 6-3-as fűtést, hát én fűtőáramot nem mérek, de megkapja a 6-3-at, akkor be van itt mindenki kötve. És itt van a general data, ez kéne beállítani elvileg, hogy 250 legyen az anódon, a G2-n, minusz 7,3 a G1-en, és anód áramot kéne mérjünk 48 milliampert, 5,5 IG2-t, és a meredekségét majd, ha akarom, kiszámolom, elvileg ezeknek az adatoknak kéne megfelelni. Na most benne van a csodacső, én bekapcsolom, azok ott persze kiakadtak, de majd le fognak esni pont 250-ig, amikor tesztelem. Nézzük, a G1 az itt a 7 egész, hát ha nem is 3, de a 7 fölött van egy kicsivel. Nagyon jó. És mindjárt most várok egy kicsit, hogy fűtsön, az anódáramra van kapcsolva. Most. És a 100-as állásba fogjuk rakni, mert ugye nekünk majd folynia kell, vagy 48 milliampernek. Most a 100-as állásban az a piros, ott az 50, és nyomni fogok mindjárt egy gombot. Hopp. Bocs, a 40-esben voltam. Nagyon jó, rámegyünk. Egy az, hogy a feszkót nézzük, mennyire esik vissza, az ott beáll a 250-re, az is beáll a 250-re. És folyik az áramunk, hát az ott a 25-től 2-esével 30, 35, hogy van 25, 30, 35, 40, hát ott körül, mert az meg már az 50. 25-től 30, 35, 40, 45, 50, igen, 45 az az előtte egy, 2 pöcökkel, 45-nél egy kicsivel kevesebb, olyan 43 milliamper, és ha G2-t mérjük, annak 5 milliampernek kell lennie. Mit csinál ez? Ja, jó, G1 megvan, és 40 milliamperes állásba nézünk egy segédrácsot.
hát az is egy olyan 5 milliamper majdnem. Úgyhogy itt a majdnem gyári adatok jók vagyunk. Vissza a 100-asba, anód. És ott van az, most egy kicsit még feljebb is ment, lehet, hogy fűtött a cső, vagy itt egy kicsit a feszültségek, hát igen, megint esegetünk visszább. Merül az aksi. Most talán megvan a 250. Az is eseget lefele. Szóval ilyenkor hozzá szoktam tekerni, és megvan a 48 milliamperünk, amit ugye itt kéne mérni. Úgyhogy ez például egy 100%-os cső, de amúgy érintetlen, tehát tényleg a lábai is zsírújak, és még oxidmentesek. Tehát ez volt nekem itt a kiinduló alap, hogy ehhez, ha jól mér, akkor jó az eszköz. Na, ez egy 100%-os nos bemért cső, úgyhogy működik, egy-két dolgot még leméregetek vele. EBL21-hez mindjárt megcsinálom, meg varázsszemet is kipróbáljuk. És sajnos ilyen sötétben kell nyomjam a gombot. Itt a kis EM4-es cső. Gyönyörűen szabályozható egyébként, csak két kézzel nem tudom. De valamit próbálok eszközölni, hát így nem fog menni. Lényeg az, hogy gyönyörűen szabályozható mindene, de már csak a kipróbálás is megvolt azzal, hogy oda-vissza tekergetem. Most leveszem a tomsémiét, fejveszem, és már telibe van. Tehát működik, ki lehet vele szépen amúgy kétkezes, lehet tekergetni a vezérlő rácsát, és változik a ernyő mérete. Nos igen, egy új cső, az egy kicsit máshogy muzsikál. Ott ilyen fényerő van, nem a sötétbe kell vakarózni vele, hanem tekergethetem, most leveszem majd minimumra. Úgyhogy ez egy új EM. Egy vagy négy, már nem is tudom. És végül a kedvenc csövem, az EBL21. Tungsram katalógus alapján beállítva 36 milliampert kéne tudjon. Amikor azok 250-ig esnek, most persze terhelve fognak 250-en állni, és ott a 36 milliamper. Ez a cső tökéletes, gyerekek, ez egy nagyon jó EBL21, és itt van még egy rakás, ezeket majd jó bemérem. Úgyhogy ez a videó erről szólt volna, hogy mire jó egy ilyen mobilizálható, amúgy akkumulátoros, bárhova vihető kis sommelier doboz, úgyhogy ha bárkinek kedve van hozzá, nagyon szívesen segítek. A csoportban is várom a kérdéseket, hogyha bármi felmerül a készülékkel kapcsolatban. Örülök, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Nem tudom, mi lesz a következő, lehet most egy kis modulár. Várlak vissza titeket. Sziasztok!